A kecske. A kecskékről az a legenda szól, hogy ők fedezték fel a kávét. Állítólag egy pásztor ugyanis észrevette, hogy kecskéi sokkal energikusabbak, miután a kávécserje piros bogyóiból fogyasztottak. Ezután kipróbálta, és ő is úgy találta, hogy a kávé valóban élénkítő hatású. Hát persze, a kecskék kíváncsiak, mindent megvizsgálnak a környezetükben. Viszont elég szeszélyesek, belekóstolnak ebbe is, abba is. De a legjobb falatoknál sem időznek sokáig. Érdekesség, hogy különösen szeretik a sót, mivel nincs felső fogsoruk, a kemény ínyükkel nyalánkodnak. Ügyesen másznak fel mindenre, amit találnak, egyensúly érzékük kiváló. Már a történelem előtti időkben háziasították őket, és a szegény ember tehenének is nevezték, mivel tartásuk egyszerű, nem igényelnek folyamatos felügyeletet, és ugyanúgy adnak tejet. Képesek olyan sivár területeken is boldogulni, ahol minden fűszálacska, levelecske nehezen szerezhető meg. Elterjedt tévhit, hogy csak a fiú kecskének van szarva, ez inkább öröklött tulajdonság. Találkozhatunk lánykecskékkel, akiknek van szarva, és fiú kecskékkel, akiknek nincs szarva. Sokan nem is sejtik, hogy manapság is mekkora lehetőség rejlik a tenyésztésükben. Mindenek előtt friss, tápláló kecsketejet biztosítanak, amiért még a házat sem kell elhagyni. Ez a tehén tejnél enyhén édesebb, tejszínesebb ízű, számos betegséget gyógyít. Aztán a kecskék kiváló kertkarban tartók is, ha azt benőtték a bokrok, a füvek vagy a gazok. Ilyenkor elég rájuk ereszteni őket, és már is biztosítva van az ingyenes gyomlálás. Meglehetősen játékos állatok, akik nagyon jól kijönnek a gyerekekkel. Szórakoztató nézni őket, amint egymást kergetik és fejelgetik. Bár valószínűleg mint házőrzőkre, kevesen tekintenek rájuk, még ingyenes riasztó rendszert is kaphatunk velük, ugyanis elég hangoskodó természetűek. Nehéz észrevétlenül bejutni egy olyan portára, amit kiabáló kecskék őriznek. Így bár elsőre meglepően hangzik, mind jobban terjed a kutyatartást felváltó kecsketartás. A kecske alkalmas lehet teherhordásra is, gazdájukat póráz nélkül követik. Néha a szálkás szőrük bizonyos helyeken sörényszerűen meghosszabbodik, amik aztán az állukon merev szakált, a kecske szakált képezik. Azt tudtátok, hogy a kecskék utálnak vizesek lenni, ezért még a pocsolyákat is kerülik. Különös módon pedig, ha akarnak, egészen hosszú ideig képesek a hátsó lábukon állni. Nemrég arról készítettek videót, hogy egy kecske a falu főutcáján két lábon sétál. Rá is kerestünk, hát tényleg!